Ez a Janus Pannonius klinikai tömb Honvéd utcai bejárata, mellette nyílt az Univ gyógyszertár pénteken. Az egyetem már 25 éve szeretne nyitni ilyen létesítményt a területén. Másfél évvel ezelőtt egy olyan helyzet alakult ki, amikor ez a szándék meg tudott erősödni, forrást lehetett hozzátenni, és elindulhatott ez a projekt a megvalósítás útján. Lesz elég vásárlója az új gyógyszertárnak, derült ki az ünnepélyes megnyitón. Itt van egy hatalmas klinikai tömb, egy, kettő pacsirtaút, illetve szívgyógyászati klinika. Éves szinten közel 400 ezer beteg fordul meg itt, olyanok, akik itt helyben kapják a gyógyászati ellátásukat. Bízunk benne, hogy ez az ellátási kör még teljesebbé, még magasabb színvonalúvá tud válni. Ugyanis a betegeknek nem kell az egész várost átutazniuk, ha a klinikákon felírt gyógyszereket akarják beszerezni. Ezt mostantól az egyetemi patikában tehetik meg, ami az egész környéknek is hasznot jelent. A legmodernebb eszközrendszert ide az egyetem beépítette. Örülök annak is, hogy vállalta az egyetem, hogy saját vállalkozásban nyitja meg ezt az egyébként nagyon lerobbant épület részt, gyönyörűen felújítva ezt a gyógyszertárat, és nem kiszervezték, ami divatos dolog, hogy valaki külső vállalkozó végezze ezt a tevékenységet. Itt most tehát az egyetemnek jelentős bevétele fog származni ebből. Ezen felül az Univ gyógyszertár fontos oktatóhely is válhat hallgatók számára. A Modern Városok program keretén belül megvalósuló 24 milliárdos egyetemfejlesztési projektbe tartozik a gyógyszertár nyitás is. A beruházás összesen 100 millió forintba került.